See ya! Hey! Micsoda illat! Ez már túl jó. Mi a csodára készülsz? Az anyám és a barátja Szíd átjön vacsorára. Elment az étvágyam. Anyádék állandóan egymást nyalják, falják. Ebben a korban már nem kéne nyilvánosan ezt művelniük. Sőt, ebben a korban már egyáltalán nem kéne ezt művelniük. Miért ne? Szerelmesek. Miért baj, ha vállalják? Szia! Miért rittyented ki magad? Dylannel találkozom. Ó, ő a barátod? Még nem, de rajta vagyok. Pillangók repdesnek a fejed körül, mikor rád pillog? Ez nem. Apa, miért kell folyton zavarba hoznod Kenny? Csak úgy viselkedem vele, mintha a saját gyerekem lenne. Pattanásos homlok kisasszony. Ez ő. Jól nézek ki. Nem túl feszes a pólóm, elég feszes. Lehet, hogy feszesebb kéne. Vagy lazább. Vagy hagyni az egészet a fenébe. Kenny, jó vagy így? Igen, nagyobb önbizalmad is lehetne. A meleg büszkeséggel mi lesz? Szia! Dylan, mit keresel itt? Már vagy másfél éve szakítottam veled. Mi az, mazohista lettél? Tulajdonképpen Kennyhez jöttem. Kennyhez? Ajajajaj, az én Dylanem már a te Dylaned? No csak Hillary, meleggyáros lettél. Az utolsó állomás a meleg lét előtt. Elég hozzá egy kis Hillary és hello! Értem már. Szitől kaptam ajándékba. Csak úgy vette nekem, azért, mert létezem. Ez a nyaklánc tündöklő, de messze nem annyira, mint Betty. Viki, ez a borza mennyei. Én már csak tudom. Én voltam New York állam legnagyobb kóser húskereskedője, és... a saját legjobb vevőm is. Imádom a húst. De nem annyira, mint az én Bettimet. Elnézést, de muszáj magam elé képzelni a szüleimet szex közben, hogy kiverjem ezt a rémképet a fejemből. Szeretnénk bejelenteni valamit. Összeházasodunk. Gratulálok! Gratulálok, Szíd. Annyira örülök. Köszönöm. Nagy ide, nem azért mész férjhez, mert muszáj, ugye? Mike, napról napra jobban hasonlítasz az édesapádhoz. Fejezd be! És mikor lesz az esküvő? Na, az 2 hétre. Jó lenne, ha mind eljönnétek. Hát persze, mind ott leszünk. Nem tudok olyan indokot, ami miatt nem mennénk. De 2 hét elég, hogy kitaláljak valamit. Anya, mesél, de pontosan mi lesz? Semmi formalitás. Szent Martin szigetén tartjuk a Royal Ocean Hotelben. Egyszerűen csodálatos az a hely. Utazunk el Szent Martinra az esküvőtök miatt. Hát, ez elég sokba kerül. De Betty szomorú lenne, ha nem lennétek ott. Hát az lesz. Ennyire közel nem állunk egymáshoz. Bár csak tudtam volna, mielőtt annyi pénzt költöttem, hogy mindannyiótok utazását kifizessem ebbe a mesés trópusi paradicsomba. Apa! Házi háború. Anya olyan boldog. Tényleg boldog, hidd el, ez nem csak olyan botox mosoly. Ez aztán a szálloda. A medencénél is van bár, tehát annyit ihatok, amennyit akarok, anélkül, hogy azon aggódnék, hova menjek vizelni. Annyira fantasztikus, hogy az ő korában rátalált a nagy szerelem. Ez olyan romantikus. Hé, tudod mit? Nekünk is romantika kéne. Ebben igazad van. Figyelj csak, gyorsan dobok egy sárgát, aztán fent találkozunk. Azta! Előbb elmész vécére, mintha egy lányregényben lennék.
Jaj, nem már, Dave. Most mit akarsz tőlem? Szeretném, ha valami romantikusat csinálnánk együtt. Állati jó estén volt Dylannel. Y-nal írja a nevét. Miért? Mert olyan édi. Jó ét. Jó ét, Kenny. Tehát Dylan Kenny barátja. Azon van. Most, hogy bepasizott és egyedül lesz itthon, míg mi elutazunk, beszélned kéne vele a biztonságos szexről. Hé, ugye csak viccelsz? Nem. Nem tudjuk, hogy mit tud és mit nem a szexről. Igen, és ez maradjon is így. Nem szeretném, ha elkapná az écet. Jól van, rendben, oké. Jó, megyek és beszélek vele a méhekről és a... méhekről. Szóval éppen egy képregényt olvasol, há? Igen. Hát a képregényt azért csomagolják nejlomba, hogy megvédjék. Tényleg? Igen, az ilyesmi nagyon hasznos lehet. Amit meg akarunk védeni, azt nem árt becsomagolni, ugye érted? Mondja, hogy csak az asztalon hagyott felvágottról van szó. Úristen, maga a szexről akar beszélni velem. Igen, de emiatt nem kell zavarban lenned. Ez egész életem legkínosabb pillanata. Na jól van, figyelj, utána jártam néhány dolognak a neten, és kiderült, hogy a biztonságos szexnek több fokozata van. A legbiztonságosabb az, ha felhívod Dylant, hogy utálod, Oroszországba költözöl, és soha többé nem keresed. Értem, világos, akkor végeztünk. Sajnos még nem... Na most figyelj ide, mikor két pasas, tudod, együtt van, és úgy dönt, hogy... Hogy jutottam el idáig? Hogyan? Hogyan sikerült belekeverednem a meleg szex rejtelmeiről szóló beszélgetésbe? Így érthető? Igen, és szerintem felesleges a kérdést tovább ragozni. Minden világos. Azt hiszed, mindent tudsz? Figyelj, ez most nem elég, Kenny. Ez nem olyan, mint a normális szex, ahol a lány mindenre nemet mond. Érted? Ti pasik vagytok, világos? És ismerjük be, a férfiak mind állatok. És mi történik, mikor összekerül két állat, ha? Ha? Egymásra rontanak. Szóval, mielőtt még rád rontana valaki, nem árt, ha felkészülsz. Érted? Na, figyelj, ha eljutok a kikötözésig... A kutatásaim szerint fix, hogy eljuttok odáig. Szívem, tudod mit? Eszembe jutott, milyen romantikus dolgot csinálhatnánk együtt. Újítsuk meg a fogadalmunkat. Kibéreljük a Huntington Inn kis termét, és meghívjuk ebédre az összes barátunkat, elegánsan felöltözünk, csinálunk egy csomó fotót. Csodás lenne, nem? Kérlek, mondd, hogy csak azért estél, mert a nagy termet akarod. Jaj, ne, ugyan már, kicsi, minek költenék ennyi pénzt arra, ami már az enyém? Nyugi, csak vicceltem, vicceltem, édesem, de most komolyan, muszáj végigcsinálni ezt a hűhót. Rendben, jól van, értem, mi a gondod, igaz is? Kinek kell az a sok ember? Igen. Ez csak rólunk szól. Kettőnkről. Igen. Megvan. Míg Sam Martinon leszünk... Kettesben lesétálunk a tengerpartra, egymás kezét fogva a naplementében, és örök szerelmet esküszünk egymásnak. Kér még valaki szivart? Azt mondta, nem dohányozhat. Nem, csak sztéket nem ehetek. Na, jó lenne, ha kis cetliket tűznének magukra a bajaikkal. Hát, nem mintha a kártya meg a temetésünk tervezgetése nem okozna örömet, de beindulhatna végre ez a legény búcsú. Mikor jön a striptíz táncos? Már egy órája megjött, már rég végzett. Mi? Ezek a hülye gyógyszerek. A rövidtávú memóriám oda van. Na és élveztem. Hát tény, hogy nagyon nyáladzott. Való.
valóban? Igen. Várjunk csak, azt a másik gyógyszer okozza, amit szedek. Kösz, bébi. Isten áldjon azért, hogy nyugdíjas engedményt adtál. Hé! Hey! Képzeljétek, fiúk, többi már nem vagyok szűz. Szíd, velem nem jönne el a kislány, he? Odaadnám neki a nyugdíjcsekkemet. Szíd, mi a csodát műveltél? Tudom, hogy nem sokára a fiam leszel, Dave, de már rég tudnod kéne merre hány óra. Ne szórakozz, megnősülsz, ezt még Albert is tudja, pedig a saját nevére se emlékszik. Még nem vagyok nős. Majd, ha az leszek, hűséges is leszek, de ma még vadulhatok. Elnézést kérek, de most haza kell mennem, kifáradtam. Ó, atyám, nem hagyhatom, hogy Betty hozzámenjen, muszáj elmondanom neki, de ha megteszem, lőttek a karibi utazásnak. De van más választásom? Há, egy pohár nem árt. Úgy tűnik, volt más választásom. Ez szívás, én a turista osztályon ülök, míg ti az első osztályon szórakoztok. Tudod, Sid foglalta le a jegyeket, és már nem fiatal. Nem tudta, nagyanyádnak hány unokája van. Az én hibám, hogy az emberek levegőnek néznek. Szemétség, odaát büdös van és zsúfoltság. Hát itt sem rózsás a helyzet. Lepényhalat rendeltem, de elfogyott. Kénytelen leszek homár tenni. New Yorkban születtél? Nem akarok lefeküdni veled. Mi? Még szűz vagyok, lassíts, oké? Én nem. Még sosem voltam itthon egyedül egy fiúval, oké? Kenny, higgadj már le. Hé, nem vagyok még profi meleg, érthető, hogy izgulok. Még én sem voltam ilyen helyzetben, ez még nekem is új. Tényleg? Hidd el, ez nagyon új nekem. Szóval... akkor most nem akarsz vadul leteperni, ugye? Nem. Nem igazán. Ez aztán a mesés, Randy. Nem bírom túltenni magam a dolgon, hogy én vagyok az utolsó lány, akivel Dylan járt. Azért nem csinálsz minden srácból homokos, csak... néhányból. Néhányból? Ki van még? Hát, csak Paul. Paul? Paul meleg lett! Az a Paul! Azt hittem, tudod. Paul nem meleg, csak jó Hillaryt kínozni. Ha az ember fél a repüléstől, kell valami, ami eltereli a figyelmét. Ezt miért kaptam? Nézd rájuk. Milyen kedves az anyámhoz, Szíd. Te arra nem vagy képes, hogy szerelmet vallja a tengerparton. Miért nem vagy olyan, mint Sid? Figyelj, lehet, hogy Sid nem az a kedves, tökéletes pasi, akinek hiszed, oké? Mire célozgatsz? Semmire. Fájtlat rá. Tudom már. Féltékeny vagy Sidre, mert jobb nálad. Ezt gondolod? Igen. Azt akarod, olyan legyek, mint Sid? Igen, olyan legyek, pontosan. Mint Sid? Akkor fogom magam és lezavarok egy menetet a stewardesszel az italkocsi tetején. Jó lesz? Há? Mi? Igen. A kedves jövendőbeli pótapád is pont ezt csinálta. Egy striptease táncosnővel a legény búcsúján. Na, mit szólsz? Nem igaz, igen. Nem de, hittem, de igen, Viki. Így igaz. Érted? Ezt tette. Mi van? Ez borzalmas, és az anyám hozzá fog menni. Na, várjunk csak. És miért vártál mostanáig, hogy ezt elmond? Mert utazni akartam. Igen, és mi a fontosabb, az anyám boldogsága, vagy egy karibi utazás? Jaj, Viki, tudom, milyen választ szeretnél hallani, de mindketten tudjuk, mit fogok válaszolni. És mi ez lenne kedved? Megnézünk egy filmet. Kivettem a Funny Girl-t, meg a Mindent Éváról. Mindkettő elég meleg. Azok bizony, ugye? Én a Gyűrűk urát bírom. Imádom a Gyűrűk urát. Abban vannak a legjobb filmes csata jelenetek. Te jó ég, Larry is mindig ezt mondja. Szerintem Viggo Mortensen a legjobb választás Aragornra. Larry szerint is. Igazán. És Larry szerint is neked van a legszebb szemed a világon. Hé, hey, Sid!
Mi újság? Figyelj, elképesztő nászajándékom van. Komolyan? Igen. Ezt nem kellett volna, Dave. És mi az? Rettentő kíváncsi vagyok. Rendben, elmondom. A nászajándékom egy őszinte, szeretetteljes kapcsolat Bettyvel. Már így is őszinte és szeretetteljes kapcsolatom van vele. Igazán? Komolyan? Szerintem az a dolog, amit a legénybúcsún műveltél azzal a táncos nővel, azóta is biztos gyötör. Már lerendeztem. Semmi gond. Nem, Sid. Bűntudatod van. Gyötör a lelkiismeret. Csak mondd el Bettynek, mi történt, és már is jobban érzed magad. Én tudom, mert mikor elmondtam Vickynek, mindjárt jobban lettem. Elmondtad neki? De miért tetted ezt velem, Dave? Mert egyre csak azt hajtogatta, hogy milyen romantikus vagy, és tudod, ezen a szinten nem versenyezhetek veled, így lehúztalak az én szintemre. Miért kéne ezzel kiborítani Bettyt? Nem kell megtudnia. Régi vágású vagyok, azt hittem te is. Igen, de akkor régen más fából faragtak minket, mert szerintem az ember nem csalja meg a nőjét. Furcsa hozzáállás attól a férfitól, aki tegnap éjjel két dinnye közé dugta a fejét, és azt hörögte. Bromszki! Értem. Először is a kulcsomat kerestem. És senkivel se keféltem. Figyelj, mondd el neki, mi történt, mert ha nem teszed meg, nem tudsz majd együtt élni ezzel a tudattal. De igen. De nem, nem. Oké? Larry, mit keresel itt? Rémes a turista osztály. Larry, még egy rossz szó, és ha legközelebb elutazik a család, otthon hagylak egy kennelben. Betty, hé, figyelj, Sid valami fontosat akar mondani neked. Sid, gyerünk, mondd el neki. Rajta, Sid, halljuk, mondd el. Sid, Sid, Sid! Látják? Igazam volt. Csórikám nem tudott így élni. Nem hiszem el, hogy elment. Tudod, mi volt az utolsó mondatom hozzá? Rosszul érzed magad? Nem. Nem. Ha a szállodába érünk, levágom az orrszőrödet. Sid tudta, hogy mennyire szeretett. Tudom, de nem lehet elégszer elmondani. És most, hogy elment, már nem is mondhatom el neki. Nem hiszem el, hogy Dave elment. Tudod, mi volt az utolsó szava hozzám? Van még valaki, aki szeretné elbúcsúztatni Sidet? Én. Tényleg? Igen. Tényleg. Sid megtanított engem valamire. Az alkalmi szexhez sose vagy túl öreg. A szerelemhez sose vagy túl öreg. Vagy túl fiatal. Tudják, Sid? Sid annyira szerette az életet. Imádta a barátait, az utazást és a húst. De semmit sem szeretett annyira, mint Bettyt. És Sid nem félt megvallani érzéseit. Nekem ez nem könnyű, mert nem az én stílusom, de el szeretném mondani itt önök előtt, a nejemnek, Vickynek, hogy szeretlek. Jobban, mint gondolnád. Azt akarom, tudd, szerencsésnek tartom magam, hogy szerethetlek. Hát, ennyi. Szeretnék mindenkit meghívni hozzánk a halotti torra egy kis sztékre és bordára, mert Sid is ezt szerette volna. Mindenkinek köszönöm. Hátul az ajtónál megtalálják Vicky és Dave címét. Na ez nagyon romantikus volt. Akkor elfelejthetjük ezt a hülye fogadalom megújító izét? Dave, tudom, hogy milyen választ szeretnél hallani, de mindketten tudjuk, hogy mit fogok válaszolni. Jó, de ha azt megtehetjük, akkor ezt is. Bromszki! Dave! Nem ismertem régóta Sidet, és a gépen nem igazán volt alkalmam beszélgetni vele.
De akkor is úgy érzem, a családhoz tartozott, és mindannyiunknak hiányozni fog. Ez életem legrosszabb legény búcsúja. Albert, ez Szit halotti tora, nem a legény búcsúja. Értem. A striptease táncos mikor jön? Már járt itt. A felébe. Na és élveztem? Igen, nagyon jól szórakozott. Még szexelt is vele. Még mindig megy. Igen. Most kártyázunk vagy sem? És hol a fenébe van Szit? A saját temetéséről is el fog késni.